Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit, nagy szeretettel és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videónkban pedig egy olyan összeállítást hoztam el nektek, amelynek az a címe, hogy nem tudok egyszerűen megszabadulni ettől a póktól. Ne csináld már ezt velem, mindig mindenre van megoldás. Hívd ki a pókirtókat, fogj egy lángszórót és daráld be, vagy pedig költözz el, csak nehogy rettegésben éljen mondjuk egy ekkora pókkal hónapokon keresztül, ugyanis a mentális egészséged azt tudja, hogy nagyon-nagyon rámelt. Azt hallottam egyébként, hogy aki nem lájkolja be ezt a videót, annak bizony az éjszaka kellős közepén egy hatalmas és szőrös pók az arcára fog mászni. Én a helyetekben nem kockáztatnék, szóval mindenféleképpen fejjétek szét azt a lájkot, és amint megvan, bele is kezdhetünk ebbe a videóba. Nem már, te komolyan egy csipesszel próbálod elkapni azt a hatalmas nagy pókot? Hát figyelj, ez szerintem az életed rossz döntései között ott lesz. Nem találtál megfelelő céleszközt erre már nem azért, vagy az volt a közelben és úgy gondoltad, hogy majd te elkapod az a kis csipesszel? Ez a kutya tud suttogva ugatni. Hogy? Mennyire édes már? Hogyha az összes kutya így ugatna, gondoljatok bele, mennyivel több, nyugodtabb szomszéd lenne. Csak nehogy megálljon a tetején! Mi volt az, ami kiesett ott belőle? Az túlságosan kicsi volt, hogy ember legyen. Szerintem valaki annyira, de annyira okos volt, hogy felvitte az üdítőjét, és bizony az folyott ki ott. És mekkora lett volna már amúgy, hogyha bizony annyira gyorsan mennek, hogy telibe rájuk esik. De nézzük a jó oldalát, legalább nem ember esett ki belőle. Ők a Sprite Challenge-et csinálják meg, hogy böfögés nélkül ki kell bírniuk, hogy megigyanak egy üveg Sprite-ot. Tisztára, minthogyha egy démon távozott volna jelenleg itt a testéből. De kajak! Hogy csinálja ezt? Minthogyha meg lenne szerkesztve az egész, közben pedig nem. És milyen játszi könnyedséggel csinálja? Na ez meg mégis micsoda? A természet csodái. Hát egy az egyben úgy néz ki, minthogyha egy lány lenne. Még haja is van, nyaklánca is, ott vannak a lábai meg minden. Miért kell szivatnod a gyerekedet? Jön is a fekvőrendőr! A kisrác pedig azt a nemes feladatot kapta, hogy ő vigyázzon a vizekre és nehogy kiboruljanak. De hát az anyuka ott direkt gyorsított! Jó, hogy nem esett amúgy ki az ablakon. Még azért azt megnéztem volna. Mi van a cipődben? Kérlek, mondd azt, hogy nem egy pók. Csak a macskád az. Aha. Aha! Ember! Nem akarom én ezeket. Tudjátok, hogy mennyire nem szeretem a pókokat. Na ez... Meg mégis hogy jön létre? Ja, hogy be van ott fagyva a víznek a teteje, és most kezd el olvadni, és a jégsapka így folyamatosan megy lefelé. Na ez brutálisan jól nézett ki. Meg is jön a csávónak a kajája, erről van szó. Ja! Hogy nem a kajája jött meg? Hanem ez a füstbomba téma. De annyira bírom az ilyen futárokat. Még ő is jól szórakozott, nem csupán a csávó. Az biztos, hogy erre még sokáig fog emlékezni. És hogy ezzel feldobták a napját, és innentől kezdve már nem lesz annyira monoton. De mégis mit művelsz, és hogyan csináltál a kék labdából?
Simát! Ja, hogy ezt kell figyelni? Ami kék volt? Aha! Bízzátok csak a bátyára! Megoldjuk! Mindenki összpontosítson! Jól van már! Arra nem volt szó! Hogy így fogsz jollizgatni. Én azt mondanám, hogy a hármas, de azért bőven benne van, hogy időközben elvesztettem az eredeti labdát. Mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióba, hogy szerintetek melyik. A videón készítője azt írja, hogy az egyes szerinte. Na de vajon megmondja nekünk? És sajnálatos módon nem. Te amúgy igazából egy ninja vagy? Vagy ez hogy jött össze? Hogy vannak ilyen reflexeid? Elkapni nem bírnám, nem hogy még így bam-bam-bam-bam ilyeneket csináljak. De azért valljuk be, az ott nem sokan múlt. De ő ettől függetlenül... sikeresen beadta. Most mi a Minecraftban vagyunk, vagy Mizu? És itt van a dinnye farm. Figyeljük nagyon a kezét, ugyanis lehetséges, hogy csalni fog. Aha, cukrot öntött a kezébe, feldobja, és... Na jó, hogyan csinálta ezt, pedig minthogyha ennek a trükknek a magyarázatát láttuk volna már valamelyik videóban. De egy random a benzinkuton megállítják őt, hogy figyelj már tesó, van egy tuti trükköm, meg akarod nézni? Hagyjad már! Azt tudom, hogy rengetegen meccsnézés közben szokták nézni a telójukon az eredményt, ugyanis valamikor az eredmény ugye hamarabb frissül, mint ahogy a tévében a képet látod és gól történik. Na de tesó, te élőben vagy ott! És ott történik. Mondja, hogy ő már kapta az értesítést, hogy ez bizony gól lett. Hát de még nem lett gól, ugyanis élőben látod a meccset. Nem pedig élőben tévéről, ahol van pár másodperc késés. Hogy lenne már ez igazi? Csak bemákolta. Aha, hogy ezért késik a postánk, ugyanis hát bizony leesett a hó. És a postás emberkénk arra a döntésre jutott, hogy ott bizony driftelni kéne párat. Mekkora forma család már ez? Rendes, mindjárt beleszédülök. És bement! Na ezt meg mégis hogyan? Az oké, hogy így megcsavartad meg minden. De Robert bíró megérkezik, hogyha most tudnék fütyülni, akkor fütyülnék. Várjatok. Az bizony kiment már, fiam. Nem számít gólnak, érvénytelen. Nem már! Mennyire jó már ez! És hogy élvezhetik a gyerekek? De azt tuti, hogy ezzel nem leszünk átverve, és nem fog a kis elkapó kezei közül kiesni a plüss, mint a gépes változatban. Hanem ő bizonyat kiválasztja, hogy mégis melyik plüss szeretné. Na jó! Hogy felült oda? Rengeteg embernél rendes, ügyesebb, haver! Mennyire magas az a csúszda? Hát konkrétan a felhők magasságában van! Na azért jó sokáig elidőznék, mire bátorságot vennék, hogy itt lemerjek csúszni. Jaj, régen mennyire mentek ezek! És tudjátok, összejönnek meg minden, és 20 év múlva megmutatják a gyereküknek, hogy bizony, így ismertem meg anyádat, fiam. Hoppá, hoppá! Hát tiszter ő is, mint valami ninja! Hogyan érkeztél talpra? Na ellene én nem szívesen játszanék. Az is biztos. Ne! Szuper ragasztót
rakott oda, és ezzel megprankeli őt, de az ennyire hamar megköt. Ne! Csóri! És hogy neved? Hát azért kapta, repült is már ott a papucs egyből. Aha, most kezdődnek itt a durva dolgok? Nem akarom én ezt, mennyi van belőlük? Miért nyúlkálsz ott, haver? Na az ilyenek miatt nekem simán lennének rémálmaim. És lehet, hogy lesznek is. Aha! Miért? Elment a haverja házába, és bizony nem tudja, hogy hogyan kell megnyitni a csapot, ugyanis annyira bonyolult. De kajak olyan működik? Hát felül sem volt sehol sem egy gomb. Nem lehet, hogy így felfele kell tolni, vagy valami? De akkor is annyira bonyolult, meg olyan fura ez. Hát nem keményen, hanem okosan kell itt dolgozni. Megy is az a mozgó lépcső, meg ráadásul egyszerre többen is vannak. És már ragyog is, mint újkorában. De képzeljétek csak el, hogy mondjuk valaki, akinek 25 éve ez a munkája, most megnézi ezt a videót, és bizony ő mindig álló mozgó lépcsőnél csinálja ezt, és folyamatosan futkározott fel-le. Az tuti, hogy fogja most a fejét, és átértékelődött az egész élete. Aha, és akkor itt is van bizony a pók, amit láthattunk a videónk elején. Hát mennyivel jobb ötlet, hogy egy doboz segítségével próbálod elkapni. De ez nem is olyan nagy pók amúgy. Az tuti, hogy ez Ausztrália legkisebb pókja szinte. Na vajon meg lesz? És tudod, nem a dobozba menne bele, hanem bármit ugran egyet az emberünkre. Na? Jó? Tesó! Nem jó! Nagyon, de nagyon nem jó! Ha nem akarom én ezt! És mennyire gyors! A pók bizony sikeresen rájött a taktikára, és már esett is le a földre, és nagy esélye elszabadult. És jól elmenekült az emberünktől, keresi is az újabb búvóhelyét, és tudjátok, az ember pedig napok óta már pedig a pókot keresi. Nagy szerencs, hogy itthon nincsenek ilyen pókok. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videónk, remélem, hogy bejött nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, oda is kérlek iratkozzatok fel, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban, addig is, szevasztok!